Különleges vendégek érkeznek a Győri Nemzeti Színházba. Az Audietó 10 játékosa azért jött, hogy megnézze a Vörös Pimpernel című előadást. A lányokat Forgács Péter igazgató köszöntötte. Érezzétek jól magatokat, remélem, hogy tetszeni fog az előadás. A színház és a klub közötti együttműködésnek ez volt az első komolyabb állomása. Az vele a cél, hogy a városban a kultúra és a sport kapcsolata tovább erősödjön. Ennek nagyon örülök, mert ugye tudjuk, hogy ők mennyire népszerűek, mennyire szeretik Győrben őket, és most már azt gondolom, hogy a színházat is nagyon szeretik. Kettő együtt, ez a sport, kultúra egy Győrben, azt hiszem nagyon erős kapcsolat. A lányok között akad olyan, aki rendszeresen jár színházba. Nagyon sok jó darabot játszik a színház, és remélem, hogy ebben az évadban is így lesz. Úgyhogy mindegyik darabnak van valami, ami magával ragadja az embert, illetve hát a balettet az, ami az elmúlt években az egyik nagy kedvencem lett, amivel rendszeresen visszajárok szintén. Az előadás előtt még volt idő egy kis frissítőre. A helyeket azonban hamar el kellett foglalni, hiszen teltház volt ezen az estén is. Az Audietó játékosai a kulisszák mögé is bepillanthattak. Találkoztak, beszélgettek a színészekkel, majd kocintottak a Vörös Pimpernel sikerére.